Ráhúzta az utánfutós Mitsubishi terepjárót egy motorosra egy eddig ismeretlen, magyarul beszélő férfi Szombathelyen, aki később megütötte a motorost, megpróbálta megszúrni egy késsel, majd fellökte a menekülni próbálót. A terepjáros akkor ült vissza a járművébe, amikor egy autó megállt a közelükben, és többen feléjük indultak, hogy segítsenek a megtámadott, általuk nem ismert embernek. A 2024. augusztus 4-én este történt eset után beszéltünk a motoros fiatalemberrel és a szemtanúkkal is. A motorosnál először az előzményekről érdeklődtünk, hogy volt-e olyan momentum, ami ennyire felbőszítette az autóst. Szabálytalankodott-e vele szemben, bemutatott-e neki, kényszerítette-e fékezésre vagy tette sértő megjegyzést az autósra. Kiemeljük, hogy ezek egyike sem alap arra, hogy valaki késsel támadjon a másikra, megüsse és fellökje. De az eset még érthetetlenebb lett a motoros elbeszélése alapján. A fiatalember ugyanis elmondta, hogy a Viktória utcai Molkúton tankolt, és innen hajtott rá 87-es főútra, feltűnően vidáman. Szélesen mosolygott, mert nagyon jól alakult a napja, és jókedvűen indult haza az estéjét tervezve. A metró előtti körforgalomnál tűnt fel neki, hogy egy utánfutós autó minimális követési távolságot sem tartva követi. A motoros többször is hátranézett, de nem mutatott be az autósnak, és az emlékei szerint semmi olyat nem tett, amivel felbőszíthette volna, azon kívül, hogy előtte volt. A 11-es huszár úton a terepjárós még félig a külső sávban hajtva elhajtott a motor mellett, és ráhúzta a kormányt a motorosra, megpróbálta leszorítani a trélerrel. A fiatalember ezután a Márkus Emília utcai MOL benzinkútnál a sofőr mellé járva megkérdezte, hogy mi a problémája. Az ömök testalkatú férfi jelezte neki, hogy kanyarodjon le jobbra. A motoros ekkor látta, hogy egy másik férfi is ül mellette, hátul pedig egy kislányt látott ülésmagasítóban. A motoros bekanyarodott a Semmelweis utcába, és a Palasz irodaház előtt megálltak. Az autó vezetője kiszállt. A motoros megkérdezte, hogy erre miért volt szükség, mire az autóvezető megütötte a motoros sisakját. Ezután a vezető oldali ajtóhoz lépett, kivett a rekeszből egy kést, majd fenyegetően megindult a motorján ülő férfi felé, aki ezt látva menekülni próbált. Az autós a motoros felé szúrt, de nem találta el. Ekkor kézzel megragadta a motor hátulját és lökött rajta egyet, amitől a jármű eldőlt, a motoros pedig nagyon kiszolgáltatott helyzetbe került. Az autós viszont nem próbált többet szúrni, mivel észrevette, hogy a közelben megállt egy autó, amiből több férfi és nő szállt ki, akik megindultak feléjük. A támadó jobbnak látta visszaülni a Mitsubishibe és elhajtani a helyszínről. Az egyik nőnek volt annyi lélek jelenléte, hogy megjegyezte a terepjáró rendszámát. A szemtanúk elmondták, hogy a vasútállomás felől érkeztek és látták az ütést, majd azt is, hogy a férfi előveszi a kést és erőteljesen a motoros felé szúr bele. Az autót vezető nő egy kicsit távolabb állt meg, megkapcsolta az elakadási jelzőt és kiszálltak, hogy segítsenek. Valószínűleg ez mentette meg a motorost a további inzultustól. A szemtanúk megvárták a rendőrséget és elmondták, leírták, hogy mit láttak, és megnevezték a szürke színű utánfutós vagy tréleres Mitsubishi terepjáró rendszámát is. A motorost a helyszíni szemle után rendőrautóval szállították a kapitányságra, ahol feljelentést tett. A fiatalember előtte megköszönte a szemtanúknak azt, hogy a segítségére siettek. Arra a kérdésünkre, hogy szerinte mi vezetett a támadáshoz, a motoros azt mondta, hogy szerinte nem konkrétan ellene irányult, hanem valamilyen hosszú ideje érlelődő frusztráció indulat törhetett a felszínre, mivel úgy látja, hogy egyre idegesebbek, ingerültebbek egymással az emberek, ő pedig a vidámságával talán nem illett bele a képbe. Hozzátette, hogy általában jégkaparó, cukorkát és zsebkendőt tartanak a bal első ajtó rekeszében, de van, aki kést, amit használ is, ha úgy érzi, hogy megsértették a lelkét. Mi azért arra is kíváncsiak lennénk, hogy vajon a terepjáróban ülő gyermek lelkének mennyire tesz jót, ha azt látja, hogy az általa ismert férfi megpróbál meglincselni egy ismeretlent a nyílt utcán. Kérjük a nézőket, olvasókat, hogy a gondolataikat felesleges trágárság nélkül fogalmazzák meg, hiszen bántó szavak nélkül is lehet velős véleményt közölni. Köszönjük!